Az éjjel is látó, folyamatosan rögzítő térfigyelő kamerarendszer bővítésének célja egyebek között az egriek biztonságérzetének javítása, a rendőrség bűnmegelőzési munkájának segítése, valamint a közterületi értékek védelme. A kamerákat elsősorban a lakossági és képviselői igények, valamint a közterületfelügyelet és a rendőrség jelzései alapján helyezik ki, de mobil képfelvevőket is működtetnek a rendszerben. Habis László polgármester a téma kapcsán elmondta, kiemelt figyelmet fordítanak majd a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre és azok környékére is. Még ebben az évben az a szándékunk, hogy 22 kamerával növeljük a hálózatot. Szeretnénk minden választókerületben elhelyezni legalább egyet, és a rendőrség szakembereinek, tanácsainak a felhasználásával fogjuk a pontos helyet megjelölni. A cél az, hogy Felnémettől a Lajosvárosig legyenek olyan kamerák, amelyek a közbiztonság javítását is szolgálják, illetve adott esetben az illegális hulladéklerakást is megakadályozzák. A polgármester hozzátette, szigorú jogszabályokat kell betartani, a zárt rendszerben működő térfigyelő hálózat képét kizárólag a közterületfelügyelet és a rendőrség tekintheti meg.